A katolikus népkör egyik hagyományos rendezvénye a családi nap, melyet minden év áprilisában már nagyon-nagyon régóta meg szokott rendezni. Ilyenkor mindig mindannyian elgondolkodunk, és azt gondolom, hogy az örök igazságot el szoktuk mondani, hogy a család a társadalom legalapvetőbb egysége, hiszen ebből épül föl minden nemzet, ebből épül fel minden ország, és én azt gondolom, hogy akár bőrszínre, akár felekezeti hovatartozás nélkül, vagy nemzetre való tekintet nélkül kijelenthető, hogy ez mindenhol, mindenkinél így van. És ez nagyon fontos a családnak a védelme és a családnak a megtartása, mint alappillérnek a megtartása, hiszen ha a család, mint egység meg fog szűnni, vagy megszűnik, akkor azt gondolom, hogy a társadalmak is jelentős mértékben át fognak alakulni. És igazából saját magunk, mi vagyunk az egyének, akik a családot a leginkább hajlamosak vagyunk szétverni, hiszen főleg az idősebbek azt gondolom, hogy még nagyon jól emlékeznek arra, hogy milyen ereje van egy családnak. És mennél erősebb egy család azért, hogy minél fiatalabb korban alapít az ember családot. Manapság a családalapítás már egyre inkább kitolódik. Ma jószerével már nagyszülői korban, korábbi nagyszülői korban érkezünk bele, amikor gyermeket vállalunk. És eznek nem így kellene lenni, ennek az lenne a legfontosabb, hogy mindent az idejében tegyünk, minél fiatalabb korban vállaljunk gyermekeket, hiszen a gyermekkel együtt tud megváltozni egy szülő is. Minél kisebb a korkülönbség, annál sokkal inkább tudja értékelni a gyermeknek az igényeit, a gyermeknek a változásait. Nyilván a mai nap is nagyon sok értékes gondolat fog elhangzani. Én kívánom mindannyiuknak, hogy a mai nap értékes nappal gazdagodjanak, az elhangzottak épüljenek be az egyéni gondolataink világába, gondolataink közé, és gratulálok a katolikus népkörnek ahhoz, hogy évről évre ezt a rendezvényt meg tudja szervezni, megrendezi, és hogy fölvállalja itt Törökszentmiklóson a család fontosságának a hirdetését, és kívánom, hogy ezt még nagyon sokáig tudja tenni. Az önkormányzat, a mindenkori önkormányzat, nem csak a mostani, a korábbi önkormányzatok is anyagi támogatásukat is biztosították ehhez a rendezvényhez, így idén is, úgy a korábbi években, és azt mondhatom, hogy ez nagyon sokáig így fog még lenni. Tehát még egyszer kívánok mindenkinek nagyon kellemes és hasznos időtöltést ma itt a katolikus népkörben. Vigyázz rá,
adott nekünk. Én Isten, de jó tettél, mennyi szépet teremtettél. Eget, földet, fát, virágot, ezt az egész nagy világot. Ámen.
hívunk.